mindig meg szeretném mutatni a legjobb tudásomat. Reggel, amikor fölébredek, elindulok ugye suliba, reggel találkozom a barátaimmal, meg szoktuk beszélni. Nagy Isten, véletlenül dolgozatot írunk, akkor mire, hogy kell készülnünk. Elsőtől a negyedik osztályig gyűlöltem a néptáncot. Kiszöktem próbákról, de anyukám kötelezővé tette, amit nem értettem egyébként, mert a családban senki nem néptáncol. Nem is voltam ügyes. Jött a csizma, a csizmanadrág, vagy jött a kalap, tetszett a taps, tetszett a színpad, és egy idő után ezt így kezdtem megszeretni. Vezénylem a próbákat, tanítok új koreográfiákat. Téltáncos próbánk szerdánként van, és délután 4-től 5-ig van próbánk. Amikor elkezdődik a próba, akkor kicsit mindenki megkomolyodik. Ma már a néptánc sem divat, sőt, van, amikor egyenesen cikinek gondolják a többiek. Viszont mi próbáljuk átadni másoknak is ezeket a dolgokat, méghozzá úgy, hogy megszerettetjük velük. Ha valaki meghallja esetleg ezt a komoly zenét, és meglátja azt, hogy több száz fiatal táncol, vagy több száz fiatal ott van, akkor lehet, hogy oda fognak jönni, és elkezdjük őket érdekli. Ezt sosem fogom elfelejteni.